Sziasztok, ez itt a Bögre Csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Civilization 6 Let's Play sorozatot. Ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Most már ugye nem fogok leállni, most már addig fog menni ez a sorozat, ami meg nem nyerjük. Ami nem biztos, hogy nagyon messze van, mert két pont hiányzik a győzelemhez, és van itt két segélykérdő, amiből az egyikből tudunk két diplomáciai pontot kapni. Szóval akár 14 kör alatt most ezt végére lehet érni. Nagyon jó kérdés. Addig viszont ütjük a brazilokat, remélhetőleg Rio de Janeiro-t meg tudom, hát el tudom foglalni előbb-utóbb. Honnan tudsz te lőni? Pont nem tudsz rálőni Rio-ra, akkor viszont csak egyel kell közelebb lépned. Csak ha ide lépek, akkor innen fogják tudni lőni. És az nem jó. Jó, oké. Akkor gyere ide. És akkor innen kell majd a következő körben lőni. Ezzel ezt elléptetjük földi egység ellen, sure, whatever. És aztán utána vele majd ide fogunk lépni. Az lesz a következő. Ki van még? Mérnököd Nikola Teslát fel tudjuk fogadni. Ennek a kerületnek a regionális épületei plusz 2 termelést adnak. Ennek a kerületnek a regionális épületei 3 mezővel távolabbra érnek. Tehát gyakorlatilag ezt... Hát ahol fel tudjuk legjobban használni, az nyilvánvalóan az ilyen erőművek, mert azoknak van hatótávja. Oké, szórakoztató komplexum. Ez itt nem Sovon, igaz? Mert akkor ide akár jöhet is egy olyan. Sovon? Úgy hívják? Sovon? Ezeket a területeket. Sovon, oké. Szóval oda akár mehet is, vagy pedig egy színháztér. Vagy oda, az ott jobban tetszik. Ide egy komplexum, whatever, let's go. És akkor nagyon jó lesz. Az előző rész végén megszereztem egy achievementet, mert ezt az űrközpontot leraktam a Sovon mellé, és akkor ez kifejezetten Koreával lehet ezt az achievementet megszerezni, úgyhogy most már ez is megvan, gondolom. Rakéta cirkálót az előbbre kell tolni, mert Rio-ra most nem tud rálőni. Elég messzire előre kell tolni, és most tudja elkezdeni lőni Rio-t. Jó kérdés, hogy vissza fognak-e tudni lőni. Talán igen. Ez a rakéta cirkáló is mehet. És még egyet. Szinte biztos, hogy ezt mondjuk meg fogja tudni lőni. Ez. Vagy hát nem tudom, nekem úgy tűnik logikusnak. De közben megint nem így, hogy veszélyben lenne. Ez itt micsoda? Erőd. Na hát aztán nem sokat érsz, haver. De én szorítok neked. Atom tenger alatt jár, azt viszont nem tudjuk bevetni. Mert hát annak nem túl nagy a hatósugara, de cserébe őt nagyon könnyen kilövik, úgyhogy csak hagyjuk kész állétben. Ez a modern páncélos, hogy elfoglalta itt ezt a területet, hát nem tudom, az egyébként kezd-e valamit, vagy bármit, vagy tud-e bármit csinálni egyáltalán. Mondjuk le tudja rombolni, szerintem nem, úgyhogy simán csak gyógyításra rakom. Rakétatűzérség az viszont Rio-t el tudja kezdeni lőni, szintén. Jó lesz amúgy az, hogyha sikerül 3 rakétatűzérséggel lőni a várost, akkor elég... Nem azt mondom, hogy gyorsan, de hogy emberi időben le lehet vinni talán a HP-ját, meg a védelmét. Ezzel visszalépünk. Ott lehet egy drón, meg lehet egy helikopter is egy slotban. A sugárhajtású vadászgép viszont nem tud már oda támadni, szóval... várj, de nem azt mondtam, hogy nem is ezt kell ide építeni. 4 kör, ezt most kezdtem el igaz építeni, hanem helyette egy repteret. Termelés, légi kikötő, igen. Hogy ebből a légikikötőből tudjam, oda át tudjam rakni a gépeket, és onnan tudjam lőni akár São Paulo-t, akár Rio de Janeiro-t. Úgyhogy majd a sugárhajtású gépeket oda kell át helyezni. Meg azt hiszem, ott most készül egy bombázó is. Jó, itt ezen a területen van olajerőmű, akkor ezt az olajerőművet akarom felhasználni, hogy ez mindenhova hathasson. Híres ember aktiválva, nagyszerű. Lehet ez most nem a legjobban lett lerakva, de hát ha. Plusz még talán maradt egy action-je. Min, barátom, veled mit akartam csinálni? Hát, mármint nyilván kutatni. Ott vannak, itt vannak amúgy kincsek, amiket meg lehetne szerezni. Máshol nem nagyon látok kincseket. Még ott van egy, de oda nem merek menni, úgyhogy inkább hozzuk át ide.
és akkor ott ő ki tudja szedni. Mennyi actionje van még? Nem derül ki. Oké, okay. Következő körülmény megnézzük. Jó, itt a gépesére gyalogság ugye elintézte a barbárokat, úgyhogy mehet, és megölhetjük azt a maradék egységet is. Önnekik jó lenne, hogyha meghalnának, bár úgy döntöttek, hogy ők még marad egy kettő darab XP-jük, és ez teljesen jogos, gondolom. Műalkotás feltárása, alvárjál most okosnak kell lennem. Én nem tudom megegyezni, hogy mink van, minkjeink vannak. Térkép, ami egy ipari lett, és nyaklánc, ami egy ipari lett, és ez barbár, ez meg Sejong. Tehát ipariból van... ipariból van két Sejong, egy barbár, és akkor ókoriból... ókoriból... van egy Kleopátra, és egy barbár. Középkoriból van egy Kleopátra. Igen, az összesen annyi. És akkor őskorból van Sejong, kettő is, és egy barbár. Ott amúgy valószínűleg itt is Sejong lesz meg barbár, szóval... De nem veszed fel? Ja, igen, most már elvette. Sejong és barbár, ipari kor, god fucking damn it. Az a baj, tehát, hogy... ja, ezzel nem tudom most mit csinálni. Mert hogy azért találunk csak ezeket, mert itt más nem nagyon volt. Csak barbárok. Meg hát városállamok, de olyan nincsen. Más civilizáció nem nagyon járt erre, úgyhogy nyilvánvalóan ezeket fogjuk kapni, ezeket a cuccokat, sajnos. Shaolu is van, elkezdett lefelé menni. Lázadás 6 kör múlva. Ó, ő még csatlakozhatna hozzám. Azt hiszem, itt ilyenkor a védelmet nem kapja meg ez az egység. Arra rálőnek, nyilvánvalóan pedig nem szült a játék, hogy nem fognak, de én tudtam, hogy rá fognak lőni. Szóval ez az egység nem kapja meg azt a védelmet, ami a erődítmény miatt... hát szerintem járna neki. Mert hát érted, ha elfogad az ellenség erődítményét, attól akkor azt tudod használni a saját céljaidra. Úszóváros fejlesztés. Na ez viszont izgalmas. Ezt majd mindenképpen használnunk kell. Köszönöm, tesztát elküldjük ide. Tehát olyan területen, vagy olyan városban, ahol nincs igazából semmi az óceánban. Mondjuk itt, Csoncsúban. Itt veszek is egy építőt. És akkor megnézzük, hogy úszóváros tudunk-e lerakni bárhova. Itt akkor lőjük tovább Riót. Valamint ugye gyógyul ez a modern páncélos, amikor nincsen harcban. Én nem tudok vele lőni, úgyhogy gyógyulok. Csak nem tudom ez mennyire fenntartható. Következő körben ülésezik a világkongresszus. Hogy? Rendkívüli összehívás. Oké, ez lehet. Majd megyünk tovább, ez nem lő. Ennek azért elég sok lement, elég sok HP-je itt a rakéta cirkálónak. Csak attól, abból, hogy a laktanya rálőtt. Szóval az annyira nem mókás. Te tudsz akkor jóra lőni. Most már elkezd lassan valószínűleg a HP-ja is lefelé menni. És akkor téged viszont előre kell vinni. Mert így... így pont nem tudsz rálőni Rióra. De innen szerintem rá fog tudni lőni a következő körtől kezdve. Akkor viszont ez a heli, ez a drón, ez át kell, hogy jöjjön ide. Ez tud alapból lőni. Szóval ezt a kettőt kell megerősítenie. Oké. Ez a modern páncélos, ez remélem gyógyul, mert nem úgy tűnik most, mint aki gyógyul. De én remélem, hogy igen. Kikötő segély. Kell most segély? Vagy azzal így jók vagyunk? Hát kell segély, bár alapvetően ezt jobban szeretem most már inkább zseppénzzel intézni, mint hogy ténylegesen oda küldeni a segélyt. Nem. Készpénzzel intézni, ahelyett, hogy ebbe production-t rakok. Diplomáció győzelmi pontot ajándékozott neked a világkongresszus. But why? Mármint nagyon szépen köszönöm. Nem azért. Csak miért? Végén meg fogom nyerni a játékot, mielőtt még itt valami izgalmas dolog történhetne. Nem, Riót szeretném mindenképpen elfoglalni. Akkor is, hogyha esetleg megnyernénk a játékot, vagy hát az előtt, mielőtt megnyerjük a játékot. Az előtt szeretném a Riót elfoglalni. Meg azt szeretném, hogy minden jó legyen. Keringő 18-as S-durban, Frédéric Chopin alkotása. Téged ide küldtelek koncertezni, de mintha elpusztult volna a kampuszolva, küldtelek. Csóresz.
Jó, akkor ugye neked kampuszban kell mindenképpen játszanod, akkor ide. És akkor a következő körben lehet majd azt a koncertezést megejteni. Elég para. Pedig itt úgy emlékszem, hogy volt egy kampusz, de lehet, hogy csak erre lehoztam. Vagy lehet, hogy vulkánkitörés volt, és ami... I don't know. Azt se tudom, mi történik ebben a játékban. Legyőzve, Mogadishu legyőzve. Mogadishu városát elfogadták, és hoznak a brazilok egy tankot. Hoppá! Az éles rókák. Ó, ennek még neve is van ennek a tanknak. Nem modern páncélos, de van neve, tehát azért figyelni kell. Van egy híres tábornok is itt a közelben. Meg egy zeneszerző, az annyira nem releváns. Ezt viszont tutira kell majd cserélni, ezt az egységet. Mondjuk erre a tankra. Ez mindegyik modern páncélos, igaz? Szóval arra a tankra le kell cserélni, mert ez nem fogja ott kibírni az ostromot. Na, van egy ilyen rendkívüli ülés. Poundmaker szeretne pénzt kapni, vagy hát segít, és én nagyon szívesen segítek. Bár valószínűleg erre aztán már végképp nem fog sorra kerülni. Oké, ugye az van, hogy majd itt ülésezik a tanács 12 kör múlva, és akkor fog ez a segélykérlem is lejárni. A tanácson mondhatják azt, hogy el akarnak tőlem venni diplópontot, és ez teljesen rendben van. Viszont én fogok kapni csak ezért két diplópontot, valószínűleg. Vagy hát majd meglátjuk, hogy akarok-e kapni érte. De hogyha kapok, és ők meg azt mondják, hogy... hogy elveszik tőlem, melyik fog vajon hamarabb megtörténni? Ugye ez a nagyon fontos kérdés. Mert amelyik hamarabb megtörténik... Oké, jóra lőttem, hirtelen megijedtem, hogy rosszra lőttem. Annak függvénye az, hogy egyetem akár meg is nyerhetem a játékot. Már most. Vissza kell vonni ezt a hajót, ezt a rakétacirkálót. Ez itt nincsen jó helyen. Muszáj gyógyítani rajta. Mondjuk itt. A városnak lement már az életeré a felére. Rio de Janeiro-nak, az fantasztikus. És mindent rádobtam most, vagyis hát a helyőrség életeréje ment le a felére. Mindent rádobtam, annyi még a helikopterrel, ha megütném az éles rókákat, az jelentős vereség lenne. Jó, hát akkor nem. És hogyha az elit kommandóval csinálnám ugyanezt, kisebb győzelem, mert ők úgy tudják valószínűleg ütni, hogy az nekik nem fáj. Jó, figyelj, menjetek előre, csináljátok. Még egy körig itt tartom ezt a modern páncélost, még egyszer a városra állőhessen, de lehet, hogy amúgy a elit kommandóra fog lőni helyette. A drón az ott jó helyen van, mert hogy így támogatja, akit támogatni kell. Ez jó helyen van. Modern páncélosnak gyógyulnia kell. Ó, a rakétacirkálót lehet upgrade-elni, akkor viszont mindenképpen bombázással upgrade-eljük. És majd, nem tudom, egy vagy két kör alatt fel is gyógyulhat. Vadászgépek. Hát azokat majd csak két kör múlva lehet átrakni. Na, úszóváros. Let's go. Igen, tehát ide lejött egy úszóváros. És az úszóvárosok azt hiszem, hogy csak az óceánokba kerülhetnek. Ami jó, mert eddig az óceánmezőkkel semmit nem tudtunk kezdeni. Úgyhogy most már lehet vele kezdeni valamit. Ó, még tényleg készül valahogy egy óriási halálrobot. Azt még mókás lenne bevetni. Nyilván nem itt. Színháztér. Jó, kapsz egy plusz egyes színháztéret. Miért ne? Üldözési sorrend. What? Audukt a városa, üldözi a rendőrség. Gyalog menekülünk. Kudarc. Ügynök meghalt. Ja, ez kudarcnak nevezném én is. Megint ipari kor a lelet. Megint Sejong és Barbár. Nem lesz túl... sok színű ez a helyem. Lerakott egy másik város ide, Brazília. Ezek fantasztikus ötletek. Bocsánatot kértem a kémek miatt. Szóval ezek fantasztikus ötletek. Rock legendái csúcskoncert. 9000 turizmus, 200 eladott lemez. Azért nagyon jó, hogy ide rakosgatja Brazília városait, mert ezek egymás után fognak az én uram alá kerülni. És akkor ebből jön nekem be ingyen olaj például. Tehát Shaolu is most úgy néz ki, hogy elvileg 4 kör múlva függetlenedik. Natal 6 kör múlva függetlenedik. És én ott fogok állni az első sorban, hogy jó napot kívánok, akkor én ezt elvinném.
Kiközben Ambiorix elítél, pedig én mindent megtettem, amit kért. Mondtam, hogy többet nem fogok kémkedni ellene. Ó, azokat a kommandosnak nem jó. Mert nekik nem túl kellemes, ami ott történik. De ezeket ki tudom bármikor hozni, szóval it's fine. Trió ülnő életben van még. Egy darab várossal, igen. Ezért Brazília nagyon durván behúzta ezeket a területeket. Hamarabb el kellett volna kezdenem ellene menni. A Szent Szék ugye tud tovább koncertezni. Ez micsoda? Jósda? Nem, inkább Madridba menjünk, mert hogyha ott van egyetem, akkor nagyon sokat ér a koncertjük. Egy pénzt is kapok érte, meg shit. És van a fellépés, 9000, nagy szenzáció, 150 adott lemez, tökéletes. Felveszünk egy híres művészt. Tavirózsák impresszió, a felkelő nap, Haystacked, Giverny. És akkor megnézzük majd, hogy ezzel tudunk-e valamit puzzle-ezgetni ott azon a képernyőn. Guangzhouban mi készült el? CO2 elnyelés. Akkor az Ivy művelet legyen a következő. Akkor gondolom az is elkészült, az a Manhattan projekt. Nem szeretnék ebben a részben atomot dobni. De ha muszáj lesz, akkor velem lehet beszélni. Hogy mondjuk nem akar békét kötni Brazília, akkor azt hiszem, hogy meg lesz kötve a kezem. Hogy mit tehetnék. Igen, eltűnt a tank. Jó, visszahozom a kommandósokat. Mondjuk nem oda kellett volna, mert lehet, hogy oda tud lőni ez az épület. De lehet, hogy nem. Rio de Janeiro-nak nagyon szépen lecsökkent. Most már a HP-ja. Majd a következő körben elindítom itt az egységeket. Például ez az egység, ez a modern páncélos, ez elér mondjuk ide. Egy kör alatt. Ez a modern páncélos, ez nem. Úgyhogy ezt majd a támadás előtti körben előre kell küldeni. Kangunk befejezte a Manhattan projektet, de csak akkor most lehetne ilyen nukleáris eszközöket, meg dolgokat építeni. De helyette... Nem ezt fogok. Hanem helyette egy... Kereskedelmi negyedet? Talán? Nem. Egy... Jó, végül is amúgy lehet. Csak nem fog elkészülni. Tehát lehet itt nukleáris eszközt építeni. Azt hiszem, ez csak sima nukleáris eszköz, ez még nem a nagy. Ezt így ki lehet lőni, de hogy így... Ez nem a nagy bomba. A nagy bomba az majd a következő. Az a termonukleáris, oké. Okay. Igen, tehát a nagy bomba az a termonukleáris eszköz lesz. Akkor nyeressünk el vele széndioxidot, mert ott... okoztam problémákat, nem fogok hazudni. És szinte kizárólag én okoztam ezeket a problémákat. CO2 elnyelés volt itt is a feladat. 12 kör lenne egy nukleáris eszköz. Ugye ez, a nukleáris eszközök azok csak uránba kerülnek, de utána pénz fenntartásuk van. Úgyhogy ennyivel jobb, mint a halálrobot, mert a halálrobotnak a fenntartása is urán. Kimenekül, mindenképpen járművel, Zhonghuan, Yunnu városából. Kudarc, meghalt. Jó, hát mondom, a kémek, tehát egyszerűen nem érdemes a kémkedéssel szerintem foglalkozni. Mert legtöbbször ez a vége. Kudarc meghalt. Meghalt és kudarc. Elfogták és kudarc. Biztos lehet ezt jobban is, csak azt nem én vagyok. Ezt jobban tudja. Claude Monet. Na hova tudnám Monet képeket kiakasztani? Hát nem sok helyre. Ami azt illeti nulla helyre. Oké. Okay. Majd akkor ide, Teguba. Ott majd meggyorsítjuk kicsit az építkezéseket, amikor eljön az ideje. És akkor úgy neki alapvetően jó lesz. És most pedig elkészül az első úszóváros, plusz 2 élelem, plusz 1 kultúra, plusz 2 lakóhely. De zíb. Hát ez aztán egy úszóvárosra láttam el valaha egyet. Kicsit meglep, hogy nem jár érte pont. Ilyen ér a pont, mert azért szerintem ez egy tök nagy dolog. De a játék szerint ez nem tök nagy dolog. A játék szerint ez... Oké. Okay, jó volt. Még csinálj dolgokat, és akkor majd fogom őket értékelni. Hány kémem maradt így? 2. És az egyikük Pedrónál van. Ja, majd ott valahogy vissza kell próbálni visszakérni. Valahogy. Hogy? Az...
Ki más kérdés? A következővel... Hoppá, ott elsőjött valami. Az az én hajón volt? Nem hiszem. Nem, az nem az én hajón volt. Valami más jött oda be. Szóval... Vilnius már nem a hűbére sem. Ami szomorú, nyilvánvalóan. Már csak azért is, mert nekem most az a jobb, hogyha minél több hűbére sem van. Ó, egy hirtelen már a San Francisco-i, vagy hát São Paulo-i, vagy milyen Rio de Janeiro-i dolgot mutatták, hidat, de igazából a Holdra szálló fellövése az, ami itt igazán fontos volt. Jár is érte 4 korszakpont. Intelligens anyagok. És intelligens energiadoktrína. Remek. Ezek remekül hangzanak. Akkor én lövöm tovább Rio de Janeiro-t, és most már lehet, hogy eléggé lemegy majd a védelme. Arra, hogy bevonuljunk a tankonkkal. Viszont a rakéta tüzérséget nem léptetem elő, mert fontosabb az, hogy támadjon. Mint az, hogy most elő van léptetve, vagy nincsen. Nem Nelson-t akartam előre küldeni, hanem a másik hajót. Ezt, de igazából mindegy az is, hogy Nelson hol van. Azt hiszem, hogy amúgy megvagyunk. Még ezzel rálövök. De már lement az élet elején a nullára, tehát nulláztuk a város, és akkor ugye a modern páncélos az be tud vonulni Rio de Janeiro-ba. Na örülök, hogy ezt sikerül megcsinálni. És utána akár beszélgethetünk is a békéről. Brazíliával. Talán, esetleg. Maybe, maybe. Tökéletes. Na, ez az első aktuális hódításunk, mert eddig ugye a városok azok... két iparág lehetőség. Oké. Végre rajta egy 6 küldetés. Szóval eddig a városok egy várost foglaltam el. Hadi erővel. És azt leromboltam. Ez persze békésen csatlakozott itt a Pasquak, Ashquik, whatever. De a többi az nem. Viszont 2 kör múlva, illetve 3 kör múlva ők is békésen csatlakoznak. Sangzhouban itt elkészült már, a régészeti múzeum készült, oké. Okay. Itt nem tudok már olyan épületet, ami... De, távközlési központ. Mert az még fel tudja gyorsítani talán ezt a folyamatot egy picit. Meg aztán utána azt a folyamatot, hogy csatlakozzanak hozzám. Ennek már nem kell, és akkor ezek így elkezdik kifejteni a nyomást. 2 kör múlva. És 3 kör múlva. Megtartod a várost. Az a trükk, hogy én most akár mondhatnám azt is, hogy nem, haver, lerombolom, nincs erre szükségem, de fővárost nem lehet lerombolni, úgyhogy ezt mindenképpen megtartjuk. És, mondom, most lehet elkezdeni akár tárgyalni a békéről. Vagy elfoglalni São Paulo-t is. Az is opció. Porto Alegre azt nagyon durván védi itt 2 terület is. Curitiba, ezekre amúgy akár nyomást is tudunk kifejteni mostantól. Mennyire akar békét kötni Pedro? 142 sérelem. Uh-huh. A felén Rio de Janeiro-t, hogy átadja. Mit tudok még tőle elkérni? Városokat nyilván, csak azokat nem fogja elfogadni. Híres művek. Kakas? A foglyok? Azt még dobt hozzá a dologhoz. Nem tudom, akarok-e békét kötni igazából. Mert mi nyilván arra már nem lesz időnk, hogy így ledúrjuk. A teljes mindent. A teljes országukat. De... ettől függetlenül... akár működhet is a dolog, hogyha még tovább megyünk és tovább csináljuk. Hogy kicsit ütjük még őket és maximum majd itt a... 10 kör, vagy 9 kör múlva kötjük meg a békét. A sugárítása bombázó, ezt mindenképpen áthelyezzük a... Rio de Janeiro-nak van saját bázisa? Akkor oda, akkor fölösleges épült meg ez a bázis. Ez teljesen rendben van. Nem, oda rakunk egy gépet. Meg egy másikat, azt szintén... azt nem tudjuk Rio-ba küldeni. Aha. Akkor viszont tök jól megépült ez a bázis. Gyorsan kivesszük innen ezt az eszközt, minnel. És szerintem ez az utolsó cselekedete. Nelson maradhat. Kicsit tartok tőle, hogy lőni fogják, de hát ha nem.
Az építőnek három építési művelete van. Oké? Okay. Te meg szeretnél koncertezni, igaz? A Barcelonába elmehetne egyébként, mert ott is van egy egyetem, ahol még nem koncertezett. Nagyon sokáig bírja. Nekem nem szokták eddig bírni. A különböző ilyen zenekarok. Közben elkezdek egy marsi kolóniát. Nukleáris fegyver, hát majd a technó? A termonukleáris fegyver lesz az, amit én szeretnék alkalmazni. Ha majd eljutunk oda. Csak annak az Ivy projekt az akadálya, az meg még 11 kör. Viszonylag lassan az az Ivy projekt. És akkor ez pedig, melyik város? Chongju befejezte a segít. Jöhet akkor ide... Hát nagyon sok minden, nem? Várj, vízipark? Nem. Akkor egy kém. Lehozok egy kémet, persze, miért ne? Te John, igen, most lett meg a légikikötő, itt több hely nincsen. Szóval az nem működhet, de például egy színháztér az nagyon is, főleg ezeken a területeken, amiket ugye frissen szereztünk. És eszembe jut az, hogy Rio de Janeiro-nak tudunk-e venni területet? Nem. Pedig ezt a kettőt ezt megvenném. De úgy látszik, hogy az itt kívül fog maradni a dolgaimon. Itt emlékműjavítás, magtárjavítás, ezek a prioritások. Ipari kori műalkotás, Szedzsong vagy Barbár. Második kovácspisztoly. Lehet, hogy ezeket amúgy érdemes lenne megpróbálni elcserélgetni dolgokra. Mert ideális esetben ugye az úgy néz ki, hogy az ellenfélnek, vagy az AI-nak is vannak olyan eszközei, amiket, amikből esetleg sok van. Olyan tárgyak, olyan leletek, ami típusból sok van. Szajót el kellett volna onnan hoznom valóban. De nem tudom, hogy elég okos ahhoz, hogy ő ezt vállalja. Az AI, hogy meg lehessen egyezni vele ilyenekről. São Paulo elkezdett függetlenség irányába menni. Hát bizonyám, most így nagyon durva nyomást kezdtünk el Rióból kifejteni minden irányba. És São Paulo-ban nincsen. Kormányzó. Milyen politikát kaptam? Oké, ezek jók, de ezeket nem használom. Elkészült az első halálrobotunk, na mondjuk akkor ez esetben. Őt bevetjük. Ha Curitibát elfoglalnám, akkor gyakorlatilag ketté vágnám a braziloknak az országát. Izgalmas koncepció lehetne. 2.9, 4.5, bár Fortaleza hűségesebb, és ott van egy kormányzó is. Candy is zavargás, vagy Candyben is zavargások vannak. Azt elő tudnánk segíteni egyébként. Ó, ráadásul ez két kör múlva át fog valószínűleg flippelni, függetlenni. Akkor mondjuk, ha Esteris foglalnánk el Fortaleza és Porto Alegre, és a többi meg csatlakozik hozzám, ha akar. Na, ez akkor tökéletes az óriás halálrobot. Úgyhogy már hozom is. Say no more. Ide, a hídra ráállítom az óriás halálrobotot. Would you look at that? Go. Azt nézd meg. És valahogy ezt majd lehet fejleszteni is. Drónos légvédelem. Megerősített páncélzat. Ja, mert akkor fejlesztettük. Oké. Okay. Nagyon szép. Nagyon szép halálrobot. A halálrobotok máshogy néznek ki a különböző... civilizációknál? Mert most... És köszönöm, nem úgy néz ki, mint ahogy a múltkor kinézett, amikor játszottam óriási halálrobotval. Polgári ismeret, hát most már csak a jövőbeliek maradtak. Sugárhajtású vadászgép, na te el tudsz-e lőni odáig? Nem. Oda tud ellőni, csak oda minek. Jó, akkor csak várjatok, míg fel kell majd a nap, vagy nem tudom. Helikopter ez maradhat itt, lövik, de... Igazából jelentősége nincs. És... veled pedig... Hát veled majd ugye ütni kell Fortaleza-t. De első egy előléptetés. Ezzel nem tudunk. Hát ideig be tudunk jönni a híd közepéig. Ezzel meg be tudunk jönni... akár ide is. És vigyük a drónt, és hát ha akkor rá tud majd lőni.
A drón ennyi tud el... Ez biztos, hogy nem ennyi tud előlépni. Ezt ne idegesíts. Miért csak ennyi tud... Miért csak ennyi tud lépni a drón? Nem tud átlépni a folyón, vagy micsoda? Kezdjük akkor el Fortaleza bombázását. Itt azért ez jóval könnyebb lesz, mint Rio, meg a többi. És ezt mindenképpen szeretném elfoglalni. Még az is lehet, hogy... Hagyom elveszni ezt a segélykérelmet. Szerezhetse meg Pedro. Nekem elég lesz a diplomáciai támogatás, mert még vinném tovább kicsit ezt a háborút. Ha nem gond. Szeretném úgy lezárni, ahogy mutattam, hogy mi lenne az ideális lezárás. Most így akkor uránból plusz 3 lesz, igaz? A vége. Oké. Okay. Jó hangzik. Puszán, itt azért van mit még építeni, kikötő például. Akárcsak Suwonban, itt pedig 7-12 lakó, jó, akkor dok. Akkor nincs szükség másra. Paskak Askikban pedig... Műhely? Akár itt amúgy meg is vehetném a műhelyet. Itt is hasonlóak a számok, mint az előző ilyen 7-12 és plusz 5 a komfort. De... Kereskedelmi negyed, ez egy plusz 3 lenne, csak az adott nekem nyersanyagot. Oké, akkor az nem. Kutató laboratórium, sure, whatever, legyen az. Rio, na mi a helyzet Rio-ban? Jaj, te mindent meg kell javítani, az a helyzet. Tábor helyett én lőttem szét, de megjavítjuk és minden rendben lesz. A rakéta cirkáló el tud-e lőni Fortalezáig? Nem. Viszont Porto Alegre-t el tudja kezdeni lőni. És szerintem legyen ez. Képes gyógyulni a baráti területeken kívül, ez hasznosnak hangzik. Szóval hozzuk ide Porto Alegre-hez ezt a rakéta cirkálót, és kezdjük addig is bombázni a várost. Valószínűleg elég elő fogjuk tudni készíteni ahhoz, hogy majd a tankkal vagy az óriás halálrobottal minden további nélkül bevonulhassak. Hát ez 9 védelem az nem a legtöbb a világon, de jó lesz. Rakétatűzérség az nem tud előre lépni, szóval az akkor gyógyuljon ebben a körben. Az építőnk pedig építsem. Nyilván építsen. Jaj, de sokan vagytok, akik nem maga nem léptek még. Saulú is. Na, ide már viszont fölösleges szerintem ez a kém, akit ide küldtem. Úgyhogy akár át is dobhatnám őt egy másik városba. Kuritibába. Mert ott lesz rá szükség. Na, másik város. Nem akar. És miért nem akarsz? Ó, most már akar. Szóval, Kuritibában lehetne ugyanezt megcsinálni. Amit most ide terveztem, hogy csökkenteni az ő elkeserésüket, vagy nem tudom. Ez hova tartozik? Te még nem játszottál? Ó, oké, még nem játszott. Fellép, szentszék, előzenekar. Ja, kezd kicsit áldozni a csillagok csórikáimnak. Viszont akkor ennyi az a mai epizód. Köszönöm szépen a figyelmet. Folytatjuk a következő részben. Hatolunk tovább be Brazília irányába. São Paulo lehet, hogy önként fog csatlakozni. Fortalezát és Porto Alegre-t megkérjük, hogy csatlakozzon. Candy-t el fogja veszíteni Brazília. Hogyha ezeket így megszerezzük, akkor utána, tehát ezeken túl vagyunk, akkor utána hajlandó vagyok békét kötni. Let's go. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!